Köszöntjük Önöket, ez már a Napindító Plusz. Képzeljék, hogy a 12. kerületi önkormányzat a Normafa út és a Síház között egy új sétányt alakított ki, és ennek a sétánynak a Kopmária elnevezést adta, ez a Kopmária sétány. Köszöntjük a stúdióban Skrapski Fruzsinát, aki egyébként filmrendező, és a Három Királyfi, Három Királylány alapítványnak az elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hát azért ez egy jó érzés, én azt gondolom, és egy óriási megtiszteltetés, és közben meg nem vagyok meglepődve, én azt gondolom, hogy egy méltó nevet kapott ez a sétány. Hát igen, iszonyatosan megható, ott el is írta magam a köszöntőn, tehát azt nyilván mindenki szereti az édesanyját, de az, hogy utcát neveznek el valakinek az anyukájáról, ez egy hatalmas érzés. Az, hogy anyukámat nagyon szerették, és még mindig nagyon szeretik sokan, ez utonúszfélen kiderül, tehát filmrendező is vagyok, meg a Három Királyfit vezetem, de mégis meg szoktam kérdezni, amikor elhívnak előadni, hogy úgy hívnak, mint Kopmária reinkarnációja, tehát hogy nagyon sokaknak hiányzik. Ő egy kutató volt, orvos, pszichológus, az apukámmal együtt kutatták egyébként a magyar lelkiállapotot egy követéses vizsgálaton, amiből rengeteg érdekes dolog kiderült, és tényleg nemzetközi szinten nagyon elismert volt. Például ő állapította meg, hogy a jó házasság egészségvédő faktor, hogy a férfiak számára a legfontosabb egészségvédő faktor a gyerek. Tehát, ha valakinek van egy férfinak gyereke és foglalkozik vele, akkor sokkal tovább él, még akkor is, hogyha nem annyit sportol, vagy cigizik, vagy iszik, de hogyha van gyereke és avval foglalkozik, a férfiak számára ez a legfontosabb egészségvédő faktor. Vagy például olyat megállapítottak, hogy a nők meg tudják ölni a férjeiket, hogyha elégedetlenek a család anyagi helyzetével, az akkora stresszt okoz egy férfinak, hogy ebbe belehalt. Tehát ilyen egészen különleges megállapításokat tettek. Vagy az, hogy azok az emberek egészségesek, meg boldogak, akiknek van életcélja, vagy hisz Istenbe. Tehát, hogy tudományosan megállapítottak olyan dolgokat, amik úgy evidensnek tűnnek, de különlegesek, és egyébként meg iszonyatosan aktívak voltak, tehát ők alapították a Három Királyfi, Három Királylány alapítványt, amit én tovább viszek. Ugyanebből a kutatásból derült ki, hogy a magyarok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik, és mi ezen dolgozunk, hogy mindenkinek annyi gyereke lehessen, amennyit szeretne, tehát nem azt mondjuk, hogy mindenki szüljön, hanem ha valaki nem szeretne gyereket, neki ne legyen, és aki meg 10-et szeretne, neki lehessen 10. Tehát ők nagyon sok mindent elindítottak, egy fantasztikus személyiség is volt anyukám, nagyon jól tudott szerepelni, mind előadásokon, mind médiában, nagyon nagy hatással volt, pont ezért, mert mindig ilyen nagyon pozitív üzeneteket mondott, és a tudományt a gyakorlati élettel nagyon jól össze tudta vegyíteni. Ahogyan fogalmazott akkor, amikor ugye volt a sétány felavatása, anyukámnak két vér szerinti gyereke született, Luca és én, pedig többet szeretett volna, de úgy érzem, hogy lelki, szellemi gyermekei nagyon sokan vagyunk. Ez tulajdonképpen akkor erre rímel, amiről az imént is beszélt. Hát igen, ugye eleve például van egy intézet is róla, elnevezve a Kopmária Intézet, Népesedés és Családokért Intézet, és az ő, ennek a vezetője Fűrész Tünde, aki egyébként dolgozott együtt még a népesedési kerekasztalban anyukámmal. Ő kezdeményezte, hogy legyen út elnevezve édesanyámról. Én ugye vágytam rá, de azért azt gondoltam, hogy az úgy ciki lenne bemenni, és azt mondta, hogy szeretném, hogy legyen róla elnevezve egy út. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Tündének, hogy ezt kezdeményezte. De hát rengeteget egyébként most furcsán hangzik, de maga a magyar kormány is valamilyen szinten anyukám gyereke, mert az egész családpolitika az vállaltan és tudottan a édesanyámtól indult, még a miniszterelnök úrral is beszélt erről sokat, Novák Katalin családügyi miniszterként folytatta. Egyébként úgy volt, hogy ő avatja föl a sétányt, csak sajnos nem tudott eljönni, de nagyon nagy tisztelője édesanyámnak, szóval nagyon sokan vannak állami vezetők, akik az anyukám szellemi gondolatait viszik tovább. Mennyire sétáltál végig ezen a sétányon? Hát eleve, tehát mi azért is került a szóba, hogy a 12. kerületbe, én nekem már a dédszüleimnek ott volt villája, amit elvettek a kommunisták, aztán a nagyszüleim is oda költöztek vissza, ott éltek a szüleim és én is, tehát ezen a sétányon egyébként ráadásul a város legszebb sétányát nevezték el anyukámról, tehát az a Normafa legszebb sétány, onnan látszik az egész város, éppen az lett édesanyámról elnevezve. Tehát, hogy azon kívül, hogy egyáltalán közterületet elneveznek az emberek a szüleiről, de ráadásul egy ilyen gyönyörű sétán, hát ez nagyon megható. Igen, nagyon rendszeresen sétálok rajta, és sétáltam rajta.
Hát gondolkoztam, hogy eddig így ugye belőle születtem, most meg rajta sétálok, tehát egy furcsa érzés az egész. Egy percünk van, de még egy témát érintenünk kell mindenféleképpen, hiszen kiderült, ugye erről írt például a Magyar Nemzet is, hogy soros szervezetektől érkezett pénz Böjte Csaba lejáratására, és ön az elsők között végte meg Hannu és Böjte Csabát. Mi a véleménye most, hogy kiderültek azért ilyen háttéralkuk és háttértörténetek? Hát igen, Csaba testvér szerepelt a Traumáinkon innen is túl című dokumentumfilmemben, ami arról szól, hogy olyan embereket mutat be, akiknek nehéz gyerekkora volt, és aztán mégis normális felnőttek lettek. És Csaba testvér maga egy ilyen csodát teremtett, hát ugye 6000 gyerek van, és gyakorlatilag egy volt börtönbe közte, tehát ő 6000 embernek megmentette az életét. Ha csak ennyit csinál valaki, már bőven megérdemli, hogy ne járassák le. De amikor az egész ügy kirobbant, én amennyire ismerem Csaba testvért, én biztos voltam benne, hogy ez nem lehet. Tehát én annyi mindenkivel beszéltem, a gyerekkel, nevelővel, nem, tehát hogy nyilván ami megtörtént, az megtörtént, a pedofil elkövető, de abban is Csaba testvér, amint megtudta, rögtön jelentette, tehát ennyit lehet tenni. De hogy utána a mindenféle vádak, hogy az hamis, én abban biztos voltam, úgyhogy ugye nem ismertem a részleteket. És akkor igen, megvédtem, hogy ez szerintem hazugság, meg egyébként is nem érdemli meg ezt a lejáratást. Hát az, hogy utána Füsi Angéla volt olyan ügyes és bátor, és ezt kiderítette az utolsó mondatig, hogy minden hazugság, amiben egyébként áldozatok, szegény megszólalók, a gyerekek, meg akiket ezekbe bevontak, őket gyakorlatilag rávették, hogy ilyen nyilatkozatokat tegyenek, tehát ez az újságírás legalja szerintem. Egyre eleve, hogy valakit lekaraktergyilkolászol, de hogy teljesen hamis vádakkal, az meg az abszurditás csúcsa, úgyhogy szerintem szépen sorban bocsánatot kéne kérni mindenkinek, Böjte Csabától, aki ezt tette vele. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.